Sziasztok! 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 Na, hát valahogy egy ilyen nagyon sziasztok. Szép kánonba beköszöntünk. Nem Dave és nem Sirius ül itt most, hanem ez a PD2 GameStart második napja, a Noob Edition. Már egészen biztos vagyok benne, hogy már tegnap megkaptuk az összes ilyen kommentet, és ugye még ruhát se tudtunk váltani, mert még azt se tudjuk csinálni. Olyan gyorsan jöttek a kommentet, és akkor felteszem. Úgyhogy itt van már is a képernyőn, láthatjátok, hogy tervezési fázis, mit nekünk az, hiszen mi alapszobok vagyunk. Szóval aki esetleg nem látta az adást, vagy látta, de elfelejtette volna tegnap óta, az a helyzet, hogy itt Paca az egyetlen, aki játszott ezzel a játékkal, és ő tesztelte, ő írt az előzetest is a GameStar magazinba, hát mi pedig az Endrével most becsatlakoztunk egy ilyen gyors játékmenet próbára, de mi most játszunk először, tehát mi PD2 szüzek vagyunk, mondhatnok. Ehhez képest tegnap kirámoltunk egy ékszerboltot, hát a magunk bájos bulldozer módján, én azt mondanám. Majd nekimentünk egy komolyabb bankos melónak, ahol én leginkább annyit csináltam, hogy egy ablakon lőttem, amit be is deszkázhattam volna, de egy ablakon lőttem kifele, és hát elég sok rendőr elvégezte. Gyakorlatilag. Hát ha például a Kisváros című sorozatban ez történik, akkor a végére már nem marad, csak a Hollósi Frigyes. Meg az Usztics. Meg az Usztics. És ott ülnek egy étterembe, és ez egy, hát akkor kérsz még egy kis pörköltet, édes drága barátom. És egyébként pedig nem maradt már volna senki az állományból. Ott ehhez képest azért tegyük hozzá, Paca, mert mielőtt elindítjuk a játékot, most tényleg beszéljünk komolyan erről, hogy ebben a játékban, noha mondjuk nincsen nagyon bonyolult tervezési fázis, de az, hogy mindig változó körülményekkel kell számolni, az bonyolítja egy picit a játékmenetet, és egyáltalán nem az a cél, hogy ez a hand parádé legyen, amit mi viszünk itt véghez, ugye? Igen, abszolút nem ez lenne, hanem majdnem mindegyik küldetés meg lehet úgy csinálni, hogy nem riasztjuk a zsarukat. És minden apróságra kell figyelni, ugye ahogy az előbb is láthattátok, tegnap, amikor lelőttem a biztonsági őrt, azt mondjuk ti pont nem láttátok, mert pont az én monitorban nem rögzíti, de amikor HP vette kamerával mögülem, ahogy lelőttem a biztonsági őrt, akkor be kellett szólnom a rádión a többieknek, hogy nincsen semmi baj, nem halt meg senki. És csak ez nem ment olyan pacamodra. Itt közben waiting for server, úgyhogy létrehozhatná nekünk egy... Igen. De közben ott kérdezzek valamit, ugye egészen rendben ment minden addig, amíg a kamera része nem vett minket, mert sikerült az embereket így leküldenem a földre a francba, megijedtek. Nyugodtan álltam, és egyszer csak ugye bemondtad, hogy a kamera észrevette. A kamerát ki lehetett volna kötni valahogy? Vagy? Van többféle módja is ennek, vagy megkeressük a szervert, tehát ugye a kamerának a... ahol a rögzít. Tehát mondjuk elvágjuk az áramot? Nálam van egy kütyű, ami még soha nem működött, de elvileg az elektromos eszközöket zavarná. Igen, csak annyira jó, hogy saját magát is zavarom, hogy elektromos. Kivették az elemes elektromos zavaró. Na, ez egy ilyen eszköz, ami zavarja az áramot. Egy Deus Ex Machina alapon itt saját magát zavarja, és emiatt nem tudod használni. Egy Balek Józsi. Na ugye, mi lesz a következő? Csináltuk egy ékszerbolt rablást és egy olyan bankrablást, amikor a pénzt kellett elvinni, mert van egy olyan bankrablás, amikor ilyen deposit boxokat, hát ez a... Tudom, ezek a kicsi-kis kulcsos ilyen igen, biztonsági dolgok, azokat kellett volna elvinni. Ezt nem tudjuk egyikünk sem. Most pedig szerintem csináljuk meg ezt a Four Stores nevű küldetést. De azt láttam, hogy van egy nightclub, azért majd oda benézünk? Hogy ne néznénk be. Az is egy izgalmas küldetés egyébként. De nem nekünk Endrével, akik teljesen mindegy, egy random díszletbe lövöldözünk valahol. Most folytassuk a Four Stores-szal. Ennek az lesz a lényege, hogy van négy bolt egy utcán, egymással szemben vannak. Jó. Szerintem kezdjük el. Tehát, már elég, az csak azért, mert hogy a nézők folyamatosan a dinamizmus, vagy nem, tehát hogy mondjam, az állóképet látják, tehát semmi dinamizmus nincs most a képi anyagban. Úgyhogy szerintem kezdjük el, és még az utcán leállhatunk beszélgetni. De ez a felvezetés, van négy volt az utcán, egymással szemben vannak. Olyan tökéletes, amikor a világ legunalmasabb csatornáját kezdted, és mondjuk a Three Channel emlékszel, amikor egy csak fákról szól a dokumentumfilm, a Paca szinkron hangjával. De tudjátok, hogy ott van. Kérdez, hogy a fa egyébként nagyon lassan nő. De emlékeztek, a Szilágyinak ott a éjszakai beszélgetés műsorra is betelefonáltak, és akkor betelefonált valaki, hogy akkor kezdjem a sztorit Szilágyi úr. Hát tudja úgy, 3 évvel ezelőtt, csak azt a Szilágyi, nézze uram, sajnálom, de ezt már unom. Úgyhogy... Na, igen, nézzük meg. Megvannak a terveink. Tudjuk, hogy Vlad őrült, hát igen. De nagyon sok kapcsolata van, és úgy érzem, és igazán jó érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy nagy munkákat tud nekünk sorozatba szállítani. Ez egy jó kezdet, csak maradj nyugodt,
amikor a dolgok felforrósodnak, ugye Stay Frosted Tilting's Heat. A heat is around the corner, ahogy mondta annak idején drága De Niro barátom. Akkor forrósodjanak. Itt szintén lehetne egy overview, vagy egy ilyen low risk level power-upot felhasználni. Én azt mondom, hogy én bízom a fegyveremben, és igazából leszarom ezeket a lehetőségeket. Érdemes nekünk most valami fegyverbe még befektetni? Egyetem egy pénzünk maradt az előző balhéból. Nekem 10 rongyom van. Endre, neked miért van? Meg sőt, a pancáját nézem, 20 rongyom van. De ez miért igazságtalan? Hát én megdolgoztam előtte. Én, meg én a boltban, még az első pályán ott én eltettem egy csomó pénzt az izébe, lehet, hogy te nem tettél magára. Igen. Lehet, hogy a következő részben nem találtam. Ez van, hogy a fuxokat magamnak kellett volna kipakolnom. Hát tudod, mint amikor lefotózták az orosz katonákat. A második világháború eddig óra volt. Na jó, elkezdtem egy reddit nyomni, és akkor kezdjük el itt most már. Jó. Ott ki is írta most a játék, hogy a pénzre kell utalni. Úgy mentem kint a Mr. T. Gyakorlatilag elég lovit kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy akkor a Vlad azt mondja, hogy oké, sok vagyunk, és még ad nekünk munkát. Igen, most egyelőre annyi a feladatunk, hogy feltérképezzük a boltokat. Jó. Ugye kettő van az utca túloldán, kettő van ezen az oldalon. Akkor menjünk a paca után, nekem van egy ilyen nagyon jó bevált tervem. Gyere, ez ott a süsűbe, hogy van egy remek haditervem. Bemegyünk a Curtis Store-ba. Curtis Store? Igen. Jó. Én megyek után. És itt van egy kamera, ott van a ott, és egy picit már ott van a... Jó, ez a Curtis Store, és itt aha, a biztonsági őr. Ez a Peer Store. Azt de a biztonsági őr az előbb kérdőjelessé vált. Az most itt fix szokott lenni a menekülési útvonal, úgyhogy azt javaslom, hogy gyertek velem. Ó, várj. Ajaj. Detektív. Szóval én elrontottam. Vége. A Curtis Store-ra van már az új Curtis 5? 5-es. 5-es van. De az van már? Nem, nincs még. Viszont... Bocsánatot kérek, de sajnos nekem le kell törnöm ezt az őrt. Viszont a kamera észrevett legalább. Én hátrajöttem most a sikátorba, ugyanis a menekülés itt van, de most pont olyan nehézségi szinten vagyunk, hogy nyitva is van a menekülés utána ajtaja. Csinyisz, nagyon lazán néztek itt. Én a csajt megkötöztem most, és az a nagy kérdésem, hogy én mit tudok innen ellopni. És most én beütöttem az ablakot, a pultok alatt vannak széfek. Most itt egy darab széf van, fúrót kell szerelnünk rá. Ilyet, vannak ezek a kis dobozok, ide tudsz jönni? Itt vagyok. Ott eltöttem 1000 dollárt közül. Na most pont nem látszik. Tehát most, hogyha arra megyek, akkor ott balra látszik, hogy ott van egy kis doboz. Én elkezdtem most abba is volt pénz, amit most valaki ki is vett. Ezt kivettem én. C4-et is lehetne felrakni, és akkor kirobbantjuk egyszerűen a dolgot. Igen, az a lényegesen gyorsabb lenne, mint ez a fúró valami le fog robbanni. De miért nem vettünk C4-et? Most őszintén merül fel a kérdés. Mert nem tudtunk. Ártatlan agyamban. Mi nem tudtunk. Meg ez a csendes misszó lett volna. Ez egy volt, erre felraktuk a fúró most dolgozik, ha lerobban, akkor kell újraindítanunk. Viszont... Jó, én foglalkozom a fúróval, és most ti biztosítsátok a terepet, jó, mert egy kicsit... Én addig átmegyek ide a kínai, volt ez a dolog. Eltérjük ide a kínai boltba. A kungbóba? Tehát a porcelán boltba. Mint amikor a betörőben... Megjöttek! A gyerekek, vissza az egész, megjöttek a zsaluk. Itt állok a fúrónál. Akkor őrizd azt a fúrót, én mint most Barci lerakom minket. Nézzetek! Mert mondjuk nem tudom, hogy hány fúró fér el egy... Véletlen megöltem egy civil, de most már csak 2000. Azt hiszem, hogy inflálódik a civilek értéke ebben. Kinyírtam a rendőröket kint. Minden rendben van. Nincs semmi bajom. De nézzétek meg, összeset kinyírtam. Hát ez egy sikersztori. De várja, még azért ennek lesz folytatása. Jó, persze. Én még továbbra is itt vagyok bent. És mert jól számolom, akkor, hogyha jól látom, akkor 109 másodpercet kéne még védened, de drága Endrém. Egyőre nem jött erősítés. Ott jön erősítés. Oké, okay, egyen. Hopp, itt egy nagyon vicces jelenet volt majd a tévénéző gyerekek láthatják, hogy a fizikának megfelelően fölesett a úr. Fölesett? Igen. Úgy kettén, hogy úgy esett, hogy fölesett. Na, én megnyugtatóan látom, hogy az Endre rohangározott a közepén. Senki. Ami azt jelenti, hogy a fúró az még működik, és 81 másodpercet kell még kivírnunk. Na. És sárgán fog világítani, hogyha esetleg lerobbannak. És mivel, na most az van, hogy Chains beágyazta magát valamiért mellém a pultba, és a mohó ilyen hát életet, gyermekéletet követelő mohóc ábrázattal. Nem merünk egyedül hagyni, mert árul a tűz. Hoppá, erősítés. A kommandósok, aja, itt a végem, ne arra, hogy gyerekek. Újra kell indítanom a fúrót, úgyhogy örülnék, hogyha addig kapnék. Igen, valami. Illetve lerobbant a kínai boltba is mind a két fúró, úgyhogy valamelyiket akár át is jelent valamit. Hát majd mindjárt csak előbb megjön a kommandós. Most úgy alakul, hogy a kávézóban nincsen szép, a kínai boltban viszont kettő is van. Jó, de azt lehetne, hogy én előbb kirámoljam a Apple Watchot, vagy mi a Fearbolt? Ojaj. Hát laptopokat nem tudsz elvinni. Nem úgy érti, hanem hogy megvárja még a fúró végét. Igen, tehát egy helyet szeretnék.
Na, végre Chains is elkezdett dolgozni, mert eddig csak az ostoba fejét néztem. Hát nekem volt egy olyan, ugyanezen a pályán volt, hogy Chains, miközben a rendőrök jöttek ezzel, Chains végig támaszkodta az azért, egész. Azért azt tegyük hozzá, hogy oké, most mit csinálunk, az se a művészet csimborasszója. Mondjuk én megöltem de 20 embert, úgyhogy csak a sárgyal. Az előbb én is ezt csináltam, de a lényeg az, hogy az Emmy sajnos itt eléggé szerencsétlen bevődje, ugye? Hát tudom mondani, igen. Van még hol fejlődnie, fogalmazunk így. Egészen pontosan 25 másodperc drága jó paca, és akkor elhagyhatom végre ezt a területet. Most nem néztem meg a másik pályát. A pacát, tehát nem is velünk van másik pályám, ha majdnem messze van. Én közben én 10 másodpercet nyíti az Apple Store-tört. A nem Apple Store-tört. Még nézd a GameStop-ot, azt tudja, hogy nekem sincsen meg Wukom, csak GTA laptopom. Én költem Wukhozban. És kinyílt, és meg is van, és ott. És viszem a szajrét, $2500 sikerült kiszedni. Az a vicces, hogy a $2500-ból, hogy én a pult alól többet szedtem föl kávét, de mindegy. Gyertek át a kínai boltba szembe. Jó, menjünk. Ja, a kommandósok jobbról. Vigyázz! Az utcán pont szembe van. Látod, HP ott van. A körte. Azt lövöm éppen. Itt van egy a... Megvan. Jó. Akkor menjünk a kínaihoz. A kínaihoz menjünk? Igen, a kínaiba menjetek át, ott látjátok is, hogy le van robbanva mind a két fúró, ezeket mind a kettő túlra csinálom. Megyek én is a másik fúró. Addig pedig én itt maradok. Hoppá! Az utca ezen oldalán. Benéztem a zsarút. Őrzöm itt ezt az egyetlen nyomorult széfet. Nagyon jól csinálod, te éppen, hogy én tök máshova jöttem be. Bocsánat. Másokat is indítsam én akkor? Igen, légy szíves, mert itt annyira szerencsétlen vagyok, hogy ahogy még férfi soha nem volt szerencsétlen. Érdekes, hogy annak ellenőre est tartott innen kéne, hogy megy a fúró fej. Itt vagyok. Hát olyan leállós egyébként, de... Indított? Nagyon ügyes vagy. Jó, akkor de megyek őrizni. Nem, pont nem látják, de nem megy a fúró fejkelnél, meg nézed. Le van állva a fúró. Jó, nálam az előbb, mint a úgy láttam, hogy ment. Gránátot vagy ilyen robbanó dolgokat lehet a C4-en kívül, tehát amit ugye alapból fölraksz. Lehet, igen. Amit ti mindig mondtátok, hogy... Mennyi van hátra a fúró volt? Hol látom? A monitoron, a kis monitoron. Van egy kicsi kis monitor. Ja, nekem sötét. Alig látom. Sötét, googolj le és kicsit közelebb. Én azt mondja, hogy még 57 másodperc. Ez meg 27 csak. Egy percig kéne tartanunk ezt a boltot. Nekem 79 körül van, most 79 másodperc van még. Viszont srácok, itt kint egyre több zseka van. Igen, és itt is jönnek. Kopogtatnak, csendesebben vígadjanak. El vagyok egyedül ezzel. Ez nem tudom, hogy de megint sikerült egy olyan bankrablást. Megint sikerült megmutatom, hogy hogyan nem kell rabolni. 4, 3, 2, 1. Jó, beddel. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy ez a GameStart, ez már nem arról szól, hogy... Nem tudom, hogy mennyire profin tudunk. Hogy mennyire profin. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy wait for the van, van, elég pénzt. Várjátok össze. Gyerekek, most indítom újra a fúrót. Most tényleg már ezeket várjuk meg. Most már ugyanazt el... csináljuk most? Hát most vagy tartjuk a frontot az utcán. 48 másodperc. Srácok, nem akartok nekem itt még segíteni? Itt vagyunk mind a ketten. Nem, én itt vagyok a másik boltban, most indítottam újra. Ja, bocsánat, a change és ide is jöttek. De itt szerintem a pult mögött. Áll vagyok. Na jó, akkor eddig nézem a fúrót. Kicsit rosszak itt a fényviszonyok, de 25 másodpercig kéne még tartanunk ezt a pozíciót. Úgyhogy jó, úgyis át kell majd jönnötök ide. Jó, mert nem azt mondtam, hogy nem fogunk már ebben törni. Nekem még 11 néhány másodperc, csak sajnos pont olyan helyen van a fúró, hogy nem látom a majdot. Itt van arra egy lévő. 6, 5. Sajnos úgy elég nehéz egyébként játszani. 3, 2, most miért jössz ide? Oké, nekem is megvan, ez is. Az a change. Ki is lesz? Nem mondod, hogy a Chains kiszajrész, mert nem. Ajaj, bejött három komandós, vigyázz. 2500-ban. Ott vannak, igen. Látom. Jövök át hozzátok segíteni. Honnan jöttek be a főbejárat? Főbejárat. Figyelj, lassan meg vagyunk, mikor ez a rohadt van? Szoktam mondani a rádióban, jön egy-két perc. Megyek ki. Közben itt az utcán is vannak három. Igen, már meg egy-egy kevesebb. Még egy kevesebb. És kettő. Ja. És át kell mennünk a másik, gyertek velem. Mögöttünk kommandós. Gyertek, be kell menni a sikátorba. Mert látjátok, most meg is jelent, hogy hol tudunk menni. Jó, csak
Ja, most menjünk a pacával? Vigyázz, hogy ott van a kommandósok. Fedeznek innen titeket. Or, én itt vagyok, pacol, mehetünk. Megyek én is, itt vagyok Endre mögött. Jó, azt ne lőjétek le a Google-on, mert ő... Nem azért Google, mert kommandós. Hanem, mert pipikelnie kell. Igen. Meg is vagyunk. És akkor, igen, ahogy ide elér HP is. Nem tudom, hogy bedobtam-e. És ahogy ide ér Chains is. Hát ezt nem hiszed el, hogy a Chains hol van. Bedobtam, srác. Nem kell bedobni most, most csak lóvé volt. Nem, most menekülni tudnánk, meg kell várni, hogyha... csak a Chains várjuk, aki ott lövöldöz. Jó, aki visszamegyek érte. Arról hát szóval lehet szólni neki, hogyha rácélzol. Maradjunk itt. Jó, gyerekek, kommandós. Szóltam neki. Jön és csak mindig visszamegy. Szóljatok ti is. Oké, itt van. Nem, csak ugye itt van, gyerünk. Gyertek, gyertek. Megyek már. Úristen, hol van föl? Chains, hogy halnál már meg. De hol googolt föl? Nyilván így kell utazni. Most mi van? Most elvileg el kellene mennünk. Escape is available. Ne menj el, Chains. Gyere vissza. Mindenki. Chains is itt van mindenki. Miért nem indul el? Ja, hogy álljátok véd a körbe. A körbe kell állni, hogy ez a négyzet való. Nézd a lábad alá. Ja, látom. Igen. Jó. Hú, szerencsétlenkedésnek a meleg ágy azért a végére összejött. Egyébként, annak ennél, hogy itt is most sokat öltünk, azért összeszedtebbek voltunk, mert most tudtuk, mi történik, tehát vigyázzunk egymásra egy kicsit, ahogy a harmadik pályán alakul ez. Alakul, igen. Alakul ez. Egyszer talán majd... Egyébként tényleg szórakoztató játék, csak nyilván most annyiban szerencsétlenebb a helyzet, hogy a pac az egyetlen, aki képbe van, hogy mi az optimális megoldás. Igen, csak már én azt szeretném nagyon, tényleg nagyon szeretném azt kipróbálni, hogy vajon milyen lehet, hogyha nem riasztják a zsarukat, tehát hogy ezt vajon meg tudjuk-e csinálni. Most arra gondoltam, kétlem, hogy ebbe a GameStartba még alkalmasak leszünk most erre. Most viszont arra gondoltam, hogy most egy olyan küldetés fogunk csinálni, amiben elkerülhetetlen, hogy riasztják a zsarukat, ugyanis szét fogunk lőni egy plázát. Változatosság, ami gyönyörködte. Igen. Igen, ennyi lesz a feladatunk, szétlőni a plázát, minél nagyobb kárt okozni benne. Ezzel az adósnak elmondani, hogy... Hogy tartozik. Hogy igen, erre egyébként emlékszem. Ja, megpróbálunk egy olyan küldetést keresni, most a térképen nem látom, mert ugye a térkép úgy van, hogy fel, itt van a Mole Crusher, ez lesz az. Hogy felbukkannak ugye a melók, és egy fél percig láthatóak. Ezt én pont láttam egyébként, amikor volt tesztelés, akkor én pont láttam ezt a plázás cuccot. De most már végre kipróbálom akkor. Igen, most... Mondom, amit láttam, ez nagyon tetszett. Tehát ugye amikor csináltuk a videótesztet az online-os cikkethez, és akkor az, hogy végignéztem több missziót is, hogy mi hogy megy, akkor pont ezt a plázásot végignéztem, és ez nagyon jól nézett ki. És kíváncsi vagyok, hogy itt most mennyiben tudunk mást mutatni mi egyáltalán. Meglátjuk. A feladat leírás is. Tehát ugye a melónak a leírása is ugyanennyi. Nagyjából, hogy Vlad komoly. Menjetek be és öljetek meg, és lőjetek szét mindent, ami érték. Van benne egy ilyen nagyon drága sportautó is, fönn az egyik emeletem. Minden. Hát akkor srácok, a kirakatokat tegyük tönkre a dolgokat. Azon gondolkozom, hogy mi a leghosszabb, nyilvánvalóan ott van az a 7 napos cucc, valószínűleg van több napos. Az majd DLC-ben lesz a 7 nap. Én most úgy emlékszem, hogy 3 napos a leghosszabb. Illetve vannak olyanok, amiket, hogyha egyszer elbuksz, akkor nem kezdted el újra. Nem akarunk egy... Bocsánat. Csinálunk több naposat is. Majd lehet, hogy ezt már egy következő adásban. Hát biztos, mert azt gondolom, hogy ez a rész, ez még ezt a küldetést talán kibírja. Most aztán... van 11, ugye 11 különböző küldetés típus van. És mi most tartunk a negyediknél. Na most srácok, itt udvariaskodunk, vagy már lent azonnal? Hát 50 ezer dollár. Destroy 50 ezer, ó, hát az menni fog, eddig is összehoztuk szerintem. Jó, innentől már detektív. Innentől már tök mindegy. Szépen mondjam ki magam. Na, Chains, hát ennél lazábban sétálgatni, édesapa. Úgyhogy most lőjetek minden, a táskák is érték, a kassa, minden. Bankomat? Az is. És csak most szólalt meg a riasztó. És nem azért, mert bementünk maszkba és lövöldöztünk, hanem mert az egyik civil riasztotta a rendőröket. Ó, én közben lopok egy kis lóvét, az ugye nem baj. Hát... Mintha otthon lennél. Feel free. Ó, csak nem kínai porcelánvázák. Na jó, akkor fölmegyek én is, mert itt lent bármit lövök. Akkor nagy...
hatása. Nem mutatja közben, majd időnként be fogja mondani, hogy most már 10.000 dollárnál vagyunk, még kell egy kicsi. Most én a vázákat fusztítom el éppen. Jajajajajaj! Egy picit elkalandoztam, és közben az a helyzet, hogy elkezdtek ölni az őrök. Jobban járunk egyébként, hogy fölmenjünk, mert majd jönnek föntről is, beereszkednek kommandósok. Pedig úgy megvárnám. Ó, bejöttem egy ilyen bor. Én ezt táskaboltot fogom. Jó, akkor én meg bemegyek ide a szokásos Apple-boltba. Illetve, ú, bocsánat, én szét akarom elni, hol van? Körteboltban. Ez szerintem nagyon ötletes. Ez, hogy körte. Igen, valamelyik rajzfilmben is körtével értesítették egy logót. Honnan tudom egyébként, hogy mikor pusztítok valódi értéket, mert nem feltétlenül tudni. Hát lősz mindenre és majd kiírja. Amire úgy gondolt ki érték, bármi, ami a boltban van, az érték. Nekem pedig kifejezett a lőszerem, viszont itt egy autó gyerekeket, az nem érték a semmit. Viszont a katonáktól feltűnt, hogy eltett a... Vajon a pólót lőni mekkora érték? Gyere a körte után tovább egyel, hát itt, itt egy Lamborghini, ami ilyen. Ja jó, hát ez színnél övön. Tessék gondolom, hát ez az érték. Ezt észültem egy darabig, de az nem ér 50 ezeret. De minden achievement jár azért, hogyha kilőjünk mindenki rakatot. Most itt aki 20.000-nél vagyunk. Nem van, megnyelj a mikorog. Nem tudom, hogy beallakszik a mikrofonba. Nagyon jól mikorog a tavaszon. Szépen ezt töltünk is. Majd azért is lenne jó felcsalogatni ide a komandósokat, mert akkor legalább el tudjuk menni a lőszert. Hát én bejöttem ebbe az ékszerboltba, és akkor én már viszont lopok egy kis ékszert is. Gyerekek, én megpakolom magam, tehát aki jó kis dobos oplopa volt, úgy. Utolsó alkőszerűen meg sikerült belőlem a cibekbe. Kicsit kezdem úgy érezni megint, mint amikor tegnap szakállat csináltam 15 dollárból. Ez természetesen GTA 5-re vonatkozik. És nem tegnap volt. Valaki belelóg a képembe, és nem tudom, hogy ki az. Ja, Endre van, te lopsz! Megvan az a sztori! Ezt úgy mondtad, hogy... Megvan az a sztori, amikor a két zseb tolvaja a buszon, és lebukik az egyik, mert megfordul, akit éppen kirabolnak, és akkor a másik így eltávolodik tőle, hogy ránéz. Te lopsz! Az milyen ember? Megjöttek a kommandósok. Sajnos találkoztam az előbb egyel, rúgusztal rövidebbet mondjuk, de azért... De még mindig lent vannak, és már egy sniper is mondta, hogy megpróbálom, hogy tisztolja leszenni, de ez nagyjából annyira halott tűnt, mint hogyha egy üveggolyóval. Mint amikor egy sniper próbálsz meg a tettően pisztolja leszenni. Úgy értek egy picit? Itt na, el kéne. Itt a boltot még szétverném. Hát én már annak egy vészét elpusztítottam, mint látod. Vétfordó helikopter, azt hiszem meg vagyunk gyerekek. Nagyon nagy bajom van. Töltök a tetőt is. Nekem. Viszont én meg nem tudom most, hogy honnan lőttek. De... Ez a baj, hogy én se tudom. De valóban az van a legjobb, hogyha megvárnak előtte. Chains-t lelőtték, ami nekünk annyira nem jó, viszont úgy van, hogy nem meghal, hanem elfogják a rendőrök, és bizonyos idő után kiszabadul. Persze, jó az ügyvéd. Viszont nekem most semmi lőszerem nincsen. Hol fog jönni a helikopter majd? Csak hogy akkor már kéne menni, és tudod, nem? Hát ezt nem tudom. Nem megyek a Chains-re. Nem megyek le. Egy lépcsőház is. Viszont nekem pontosan nulla lőszerem van. Chains-t most tartóztatták le. Jó, akkor nem megyek érte. Le akartam menni, hogy felé lesz. De meg gránátot adjanak a 40-en. Emlékeztek a Left 4 Dead 2-ben arra a pályára, amikor egy plázában kell lenni és dobálni le a... És dobáltuk le egymásnak, akkor talán még, nem tudom, talán Endre már itt volt a GameStar-nál, a Mateo-val, Flatline-nal, és nem tudom, hogy ki volt a negyedik, dobáltuk le a... Soha nem hallottam ezek az Endre. Dobáltuk le a kocsihoz, a menekülő autóhoz a benzint. És azért annak megvan a hangulata. Oké, okay. Itt lent gyerekek, rendőrkiállítás van. Azért mondom, hogy jó brálat kész. Én visszamegyek és... De nekem még mindig az ugyanannyi lőszerem, amit előbb volt. Tehát most, ami amíg rá puskatossal, 30 másodpercet kell kibírnunk, akkor ég beállítok, de... Viszont, hogyha van halott rendőr valahol... Az a jó rendőr. Hogy körül a Forrest?
Politikai korrekt gameplay. Megint sikerült. Ne, hát pont bebalettozik az összes. Nekem is az. Én egy elszánt ember vagyok most. Szereztem először. Én könnyen elképzelte, hogy a földre kerültem, és nem ártana egy kis segítség. Itt vagyok, mindjárt. Emlékeztél, amikor azt mondom, hogy szereztem lőszert? Az után. Nem tartott sokáig. Lőd le, addig is még szedlek, lőd le. Még megpróbált felállni szerencsétlen. Endrének köszönöm, hogy újra az élő körében lehetek. És a sárgán az gyerek, ez nagyon bírkonc. Viszont a sniper most már nem a pisztolyát szedem le, bár az ő sikerült. Oké, ott a helikopter. Gyertek ide. Pillanat, csak hát mennék én. Nyilván a legjobb helyen fogok. Mennék én. De most már késő, csak most látom, hogy óriás ő. És mindkettőtöket lelőtték. Hát nyilván, és nulla darab. Lentük a helikopterre serényen. És engem is lelőttek. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy eljutottunk abba az állapotba, amikor innen egyébként tudunk más küldetést is csinálni legközelebb. Mert ez egy elég tragikus sors volt, és szerintem nem biztos, hogy meg akarjuk ismételni majd. Hát, mit megpróbáljuk. Tovább tudunk menni? De most már legalább láthatok, persze. De egyébként most elrontottunk valamit? Hát azon kívül, hogy anyánk sír jó, a temetésünkön, azon kívül nem rontottunk. Értem, hát egyáltalán oda engedik a tömeggyilkosokhoz, de hogy az... Akik minket sírannak egyébként. De nem most komment, mert ugye itt nem tudtunk volna úgysem észrevétlenek maradni, ugye? Tehát csak annyi, hogy hatékonyban kellett volna küzdeni. Hát igen, jobban együtt maradni. Mint egy szerelmes pár. Felcsalogatni a kommandósokat, hogy legyen több lőszerünk. Tudtunk volna hozni grántot már? Megnézzük a boltot. Jó, mindjárt. Ezt a legközelebbi részben még megnézhetjük, bár én azt mondom egyébként, hogy érdemes lenne tovább menni. Most pedig nagyon szépen megköszönjük a figyelmeteket, ez volt a második PD2-es GameStart. Holnap folytatjuk tovább egy új résszel. Sziasztok!